Folytatom az 518. adást, rajzós szemléltetés felvétel keretében. Arról beszéltem, ugye, hogy van egy szellemi szint, egy szellemi szféra, és van ugyanakkor egy fizikális tér, idejük, hogy fizikai szint, és hát tudjuk nagyon jól, hogy mindkét halmaznak teljesen más az összetettsége, másfajta rendszerről beszélünk, és más sajátosságai vannak. Most nagyon érdekes, amiről az előző adásban beszéltem, hogy valószínű, hogy a kettő között lehet egy határ. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy fizikális határt, de azért ideírom. Hogy határt képez ez a fajta, mondjuk úgy, hogy átmenet, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy fizikális korlátot, hanem azt gondolom, hogy főként rezgés szintben van különbségem a két állapot között, azt is mondhatnám, hogy energetikailag. Tehát az energiáknak a vizsgálata az rettenetesen fontos ebben a történetben, és hát tudjuk nagyon jól, hogy a fizikális mi volt, az ugye főként abban különbözik a szellemi szférát, hogy itt sokkal sűrűbb állapotok vannak. Tehát itt az energia, mint olyan, besűrűsödött, és láthatóvá vált tulajdonképpen, tehát itt arról kell beszélni, hogy itt testek vannak, formák vannak, alak, fizikális alak, míg mondjuk a szellemi szférában ilyen nincs, írjuk ide, hogy ez egy ilyen alakmentes, de ami nagyon fontos, hogy inkább azt kell írni, hogy anyagmentes. Tehát ez egy anyagmentes állapot, ez pedig egy nagyon sűrű állapot, már mint a fizikális mi volt, ez egy olyan szféra, ami korlátoktól mentes, vagy legalábbis azt gondolom, hogy igen. Na most, ahogyan mondtam, amikor elgondolunk valamit, akkor ezt felküldjük ebbe a szellemi szférába, és ez szépen vissza fog csapódni, és megmutatkozik fizikális mi voltban. De ugye itt van ez a határ, amiről én beszélek. Nagyon jó kérdés, hogy ezt a határt mi az, ami képzi hogy ez tulajdonképpen hogyan léphető át, egyáltalán át tudjuk-e lépni, és hogy hol húzódik ez a határ. Én azt gondolom, és ahogyan ide is írtam, hogy ez egy átmenet. És nyilván, hogy a fizikális szinttől, ha elindulunk, akkor nagyon-nagyon sokféle átmeneten kell tulajdonképpen végigmenni azért, hogy ebbe a makulátlan, szellemi... Szférába tudjunk kerülni. Az 518. adásban részletesen is beszélek erről, bár azt gondolom, hogy valamilyen formán az összes előadás erről szól, vagy legalábbis nagyon sokszor érintem ezt a témát, ezt a területet. Na most, ahogyan mondtam, itt rezgés szintbeni különbségek vannak, vagyis energetikai különbségek, és tulajdonképpen ugye ez egy átmenet. Tehát ez biztos, ez a szint, ez egy ilyen alacsonyabb kategória, ami már egy ilyen besűrűsödött állapot, ahol anyag van, ahol test van, ahol tulajdonképpen sűrűség van, és ahogy lépkedünk fejebb, szerintem az anyagnak ez a sűrűsége, ez úgy szűnik meg, és itt elérhetünk egy olyan állapotot, vagy, arro, vagy ebben a közegben arról beszélhetünk, hogy ez egy abszolút anyagmentes közeg. Ez egy nagyon érdekes, szerintem. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ide el tudjunk jutni, ez az első számú minőség, mondjuk így, ez a második, ez biztos. Tehát ahhoz, hogy ebben a kategóriában helyet tudjunk foglalni, vagy bármit egy ilyen állapotba tegyünk, ahhoz rezgésszintet kell emelni. Mert az fog szerintem az anyagnak a sűrűségén úgymond lágyítani, és magát a szerkezetét is sokkal lágyabbá tenni, és eljuthatunk oda, amit mondtam, hogy ez már egy anyagmentes közeg, egy anyagmentes állapot, ahol semmiféle test, forma, fizikális alak nem valósul meg. Persze, azt is tudjuk, és ahogy mondtam, hogy vannak átmeneti állapotok, tehát beszélhetünk arról, hogy van ilyen félig, félig anyagi, félig szellemi kategória, és arról is beszélünk, hogy léteznek ilyen sziluettek, bár szerintem az már egy ilyen anyagmentes állapotba mutat, és az ennek a fajta rendszernek már biztos, hogy nagyon magas a, a rezgés szintje. Tehát Minél magasabb a rezgésszint, szerintem annál lágyabb maga ez a szerkezet, és azt is gondolom, hogy lehet, hogy vannak olyan minőségek, ahol ez abszolút a szétesik, és már csak pusztán tényleg a, a makulátlan energia, mint olyan létezik, és ahogy ez az energia ö, jön lefele a föld fele, a fizika és mi volt fele, annál jobban sűrűsödik be, és válik 3D-s mi voltá vagyis anyaggá, kézzel fogható bármivé. De ez nagyon érdekes szerintem. És igazából én ezt úgy is lerajzolhatnám, hogy ezek ugye ilyen lépcsőfokok, és mi menetelünk felfele, de ahogy mondtam, nem fizikálisan, hanem rezgés szintben, energetikailag. Tehát az nagyon fontos, hogy a mi energetikai rendszerünket tisztává kell varázsolni, tehát a tisztaság nagyon fontos ez a ebben a történetben, tehát makulátlanná, és hát ugye azt mondják, hogy a szellemi szférában, ebben a rendszerben azok foglalnak helyet, akik szentek, mondjuk így, de a szentség az nálam egyenlő a tisztasággal ami tiszta, ami makulátlan, és amiben tulajdonképpen nem fogalmazódik meg negatív oldal, tehát ami negatív energiáktól mentes magyarán, ahol csak egy pólus van, de a rezgés szint emelés, az, az tulajdonképpen ezt jelenti, hogy valamit tisztává teszek, és valamit, egy olyan közeget, amiben már csak pozitív energia van, magyarán csak pozitív energiákkal működöm, és szerintem így lehet eljutni a szellemi szférába, ebbe az anyagmentes közegbe. Na most ugye beszéljünk arról, hogy Isten, vagy az isteni minőség egy ilyen anyagmentes állapotban van, hiszen Isten mondjuk úgy, hogy nincs testben, nincs szüksége arra, hogy leminősítse saját magát, és hogy egy ilyen fizikális sűrű állapotba kerüljön, mert neki már nem kell ugye tanulnia. Na most ez az isteni állapot, ez makulátlan, biztos, és szent, és tiszta, és benne csak pozitív energiák fogalmazódnak meg. Tehát itt a válasz tulajdonképpen, vagy a folytatás az előző előadással kapcsolatban, tehát gondoltam, hogy így lerajzolgatom azt, hogy miről is beszéltem, tehát van egyszer egy fizikális, fizikális szint, ami tulajdonképpen nagyon alacsonyan rezeg, vagy sokkal alacsonyabban, mint maga az a szellemi szint, és azt is gondolom, hogy fénytelenebb állapot, szerintem ezt ide kellene írni, ez nagyon fontos most, amit mondok, tehát ez egy fénytelen állapot, vagy legalábbis mondjuk azt, hogy kevesebb fényen rendelkezik, ez pedig egy olyan állapot, amiben csak fény van. De ha valami, amiben csak fény van, akkor én azt gondolom, hogy az anyagmentes. Mivel szerintem itt pont, hogy az anyagi viszonylatok azok, amelyek elnyelik a fényt, mert ahogy mondtam, az energia besűrűsödött, és rengeteg-rengeteg minden 3D-s, formátumba, anyagi mi voltba tömörült. Tehát itt tulajdonképpen mondjuk, most lerajzolok egy ilyen kockát, és ugye ez valamilyen szempontból mondjuk azt, hogy elnyeli a fényt, és ez ide így besűrűsödik. Tehát, elnyelő, tehát tulajdonképpen valamilyen szempontból a fizikális mi volt egy ilyen fény elnyelő rendszer vagy szint. És ezért a maga a rezgés szint, az energetikai szint is lecsökkent, de azt is mondhatnám, hogy a tudatossági szint, mert szerintem ez a három, ez egy. Tehát a rezgés szint, az energetikai szint, ezt most csak röviden írom, és a tudat szint, azt szerintem, tehát ez a három, ez egy mindig ugyanarról beszélünk. Ha ez lecsökken, akkor ez is, meg ez is, és fordítva. Tehát az anyagi állapot, az anyagi mi volt, azt is mondhatnám, hogy ez a földi itteni minőség egy energetikailag lecsökkentett állapot, de ugyanúgy rezgésszintben is, és tudatosságban is egy alacsonyabb rendű minőség. Hát ezért anyagi minőség tulajdonképpen, ez ezt jelenti. És ahogy emelkedünk feljebb, és elindulunk ezen a lépcsőn, és emeljük a tudatosságunkat, a rezgésszintünket, úgy érhetünk el ebbe az anyagmentes állapotba, vagy mondjuk úgy, hogy szellemi szférába, de ahogy mondtam, nagyon sokféle átmenet van, és ez egy folyamat, ez egy út, és szerintem el lehet jutni egy olyan állapotba, ahol már abszolút nincsen anyag, nem fogalmazódik meg, és ez ugye egy korlátlan tér, tehát itt ebben nincs korlát. És azt is mondhatnám, hogy ez idő és tér mentes. Itt viszont az idő és a tér is rettenetesen befolyásol bennünket, és tulajdonképpen gátakad, gátakat szab számunkra, hiszen hát a térben sem könnyű mozogni tulajdonképpen, és az időben sem. Hát azok tudják ezt megtenni, akik kilépnek ugye a testből, tehát akik egy ilyen testen kívüli állapotot élnek át, úgy, ahogy mondjuk én is, elég sokszor, és mentesülni tudnak az idő és a tér behúzásától és korlátaitól, és felemelik annyira rezgés szintünk, szintüket, hogy tulajdonképpen ebben a mi voltban tudnak létezni, ahol nincs blokk, nincs gát, csak szabadság. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan egy ilyenfajta szabadságra vágynak, ami tulajdonképpen anyagmentes. Mert az anyag ugye rengeteg korlátot szab, és ugyanakkor a test, a testi formák is. De hát nem véletlenül az, hogy minden besűrűsödött, és hogy hát nem minden, de nagyon sok minden, és hogy ilyen alakot váltott, az előző előadásban ugye erről is beszéltem, meg a többiben is. Itt én most arra vagyok kíváncsi, hogy milyen szintek léteznek, és az a nagyon fontos ebben a mai tételben, hogy tulajdonképpen az energiáknak hol van az otthona. Mert van egy energetikai rendszer, mondjuk így, Na most jó kérdés, hogy ennek az energetikai rendszernek mi lesz a sorsa? Hogy besűrűsödik, vagy nem sűrűsödik be? Ha besűrűsödik, akkor biztos, hogy fizikális mi voltban ö, létezik tovább, és akkor biztos, hogy a Földön foglal helyet, hiszen itt nem tud tovább létezni, mert ö, itt nincs anyag. Tehát itt nem fogalmazódik meg a fizikum maga. Tehát ahhoz úgymond a Földre kell kerülnie ennek az energetikai egységnek, és hát jó kérdés az ugye, hogy mennyire sűrűsödik be, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a fizikális dolgok között is rengetegféle átmenet és különbség van, hiszen nem mindennek olyan ö, ö, sűrű a szerkezete, vannak olyan akár megnyilvánulások is, amelyeknek nem annyira sűrű hanem sokkal lágyabb, és persze nagyon sokféle szint van, de itt beszélhetünk a különféle szituációkról is, hogy vannak olyan helyzetek, amelyeket az ember például könnyebben megold, és gyorsabban, és vannak olyanok, amelyekbe így beleragad. <laughs> Tehát szerintem ilyen formán is érdemes vizsgálni ezt a történetet, és azt kell még megvizsgálni, hogy ezeknek a a szerkezeteknek hogyan lágyíthatunk az összetételén? Szerintem az a dolgunk, hogy, hogy mindent könnyedebbé tegyünk, különféle helyzeteket, szituációkat, de ugyanakkor magunkat is, hogy sokkal légiesebben működjünk, hogy ne ragadjunk bele annyira az anyagba, hogy ne csak a testi viszonylatokat firtassuk, mert akkor sajnos, nagyon sok igazságra nem jövünk rá, és tulajdonképpen ezt az első fajta kategóriát és minőséget nem fogjuk megismerni, amiből tulajdonképpen ugye minden ered. Tehát ez az eredet. Ez nagyon fontos, ideírom, hogy ez az eredet. Ez az első számú kategória, ez pedig az, ami már a legutolsó szinten foglal helyet, és ahogy ugye mondtam, itt rengeteg átmenet van. Na most ugye arról is beszéltem, hogy itt elvileg kell, hogy legyen egy határ azért kell, hogy legyen egy határ, mert ahogy mondtam, nagyon-nagyon sok minden nem sűrűsödik be, vagy nem jöhet le, vagy nem mehet ide föl. Tehát itt van egy határ, azt is mondhatnám, hogy itt van egyféle kontroll, ez kétel, kontroll, ami valahogyan ellenőrzi azt, hogy mi az, ami ide kerülhet ebbe az isteni minőségbe, és mi az, ami nem. De szerintem nem túl sok minden kerülhet ide ebbe az állapotba. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen 1-2 százalék, és a többi maradék 98-99 százalék pedig a földi fizikális síkon foglal helyet, attól függetlenül, hogy a fizikum maga az egész valóságnak és a vanságnak csak néhány százalékát mutatja meg. Ez a tér, ez mégiscsak egy sokkal magasabb tér, és sokkal több igazságot rejt. És sokkal átfogóbb, én azt is mondhatnám, itt arról van szó, hogy kik vagy mik azok, akiknek ugye anyagba kellett sűrűsödniük, és ide kellett jönniük, és itt kell a Földön élniük, és tanulniuk, fejlődniük, és ki az a néhány százalék, aki átléphet ezen a határon, mert meg van számára engedve, és egy olyan minőségben foglalhat helyet, ami makulátlan, szent állapot, ahol csak pozitív erők vannak. Hát én azt gondolom, hogy csak azt foglalhat helyet itt, aki vagy ami, pontosan ezt az állapotot ért el. Aki szent, aki makulátlan, akiben csak pozitív energia fogalmazódik meg. Hát jó kérdés, hogy van-e ilyen. Mivel tudjuk nagyon jól, hogy a Földön polaritás van, ergo megjelenik a negatív és a pozitív oldal. És aki a Földön helyet foglal, abban szerintem tehát mondhatjuk azt, hogy mindenkiben ugyanígy megnyilvánul ez, tehát az emberekben is, hát nem csak pozitív erényeink vannak sajnos, hanem azért vannak negatív hatások is. Jó kérdés az, hogy ezeket hogyan tudjuk kiküszöbölni, magyarán hogyan tudunk elindulni ezen az úton, hogyan tudunk rezgésszintet emelni, jóváírni ahhoz, hogy minket is átengedjenek ezen a határon. Nyilván sok mindennek kell megfelelni, nagyon sok tételnek, nagyon sok viszonylatnak ahhoz, hogy egy ilyen közegben tudjunk benne lenni. Hát azt is mondhatnám, hogy ez az isteni minőség, ez egy nagyon magas rezgés szinten megvalósuló minőség, és igen, mondhatom azt, hogy egy, egy olyan frekvencián, aminek nagyon magas a tehát nagyon magas szinten rezeg. Nem tudom pontosan, hogy hány herc. Beszéltünk arról, hogy lehet, hogy ezer herc. Ugye jó kérdés az, hogy az isteni minőség hány hercen rezeg. Most beszéljünk arról, hogy ezer hercen rezeg. De mondjuk, ha mi még csak, nem tudom én, 10 hercen vagyunk, az még nagyon messze van az 1000 herctől. Tehát ezért mondtam azt, hogy rezgésszintet kell emelni. És szerintem az is rezgésszintet emel, sőt, biztos, ha csak pozitív energiákat áramoltatunk, és ezekkel élünk. Tehát az isteni minőség az biztos, hogy a, a, az egy pólusról szól, tehát csak pozitív energia fogalmazódik meg ebben a szellemi szinten, szférában szerintem, hát ebben a minőségben. Itt nincs polaritás, a Földön viszont van, tehát pontosan ezért az a dolgunk, hogy csak ilyen elemekkel éljünk, és ilyen magas szintre kell felfejleszteni a rezgésszintet, viszont ha ö, megemeljük ezt a szintet, akkor az anyag, mint olyan, azt tudja, hogy szétesik, és én azt gondolom, hogy itt lépésről lépésre tulajdonképpen az anyagi viszonylatokat pakoljuk le, vagyis ezt a nagyon sűrű állapotot, amiről ugye ezzel én beszéltem. Tehát ezért mondtam azt, hogy mindig a könnyítés és a lágyítás és az anyag szerkezetének a könnyedebbé tétele az, ami nagyon fontos, de ezt lépésről lépésre lehet megtenni. Magyarán ezen a szerkezeten kell, ennek a szerkezetnek kell tulajdonképpen az összetettségén változtatni. De ezt elég hosszú időn át kell működtetni, tehát egyik napról a másikra ezt nem lehet megtenni, és akkor ide lehet kerülni, ebbe a mintába, ebbe a mi voltba. Azt is mondhatom, hogy ez a szint olyan energiák otthona, ami, amelyek nagyon makulátlanok, csak pozitív energiák és euh, amelyek nagyon szabadok, és nem sűrűsödtek be. A fizikális szint pedig ennek pont az ellenkezője. És akkor itt a nagyon sokféle átmenet, és itt van valamiféle határ szerintem, és euh, nagyon sok minden er, innen vissza van küldve erről a határól. Nagyon sok lelket nem engednek át, és nagyon sokféle minőséget nem engednek át itt, úgymond, ezt most átvitt értelemben kell érteni, és azok fognak a Földön fizikális mi voltban létrejönni. Tehát aki tulajdonképpen most a Földön foglal helyet, itt a Föld, ő tulajdonképpen azért van itt mindenki, mert ezen a határon nem léphetett át. Tehát nem kerülhetett, ebbe az egyes fajta minőségbe valamiért. És ugye mindig jó kérdés, hogy miért. Ezen el kell gondolkodni, hogy mi miért vagyunk itt. Ha itt vagyunk a Földön, az azt jelenti, hogy tanulók vagyunk. Tehát ez egy tanulói állapot státusz. Az emberi, idejön, hogy az emberi mi volt. Jó? Tehát ez egy, ez egy tanulói állapot. És mi azért vagyunk itt, mert itt tulajdonképpen nem tudtunk áthaladni, mert vagy a rezgés szintünk nem olyan magas, vagy a tudatállapotunk, vagy nem tartalmazunk elég pozitív energiát, ergo még tanulni kell, fejlődni kell. Magyarán, ezen a lépcsőn még vagy nem indultunk el, vagy még itt tartunk valahol középen, és nem tudunk még tovább menni. Mindig azt kell vizsgálni, hogy miért nem tudunk tovább menni. Mindig azt kell vizsgálni, hogy nekünk még mit kell itt tanulni. És tulajdonképpen ezeket a tételeket kell elsajátítani, amiről ugye beszéltem, hogy nagyon-nagyon sokféle átmenet van. És tulajdonképpen ezeken a lépcsőfokon ezeket a tételeket sajátíthatjuk el. Igen. Itt. De ez egy nagyon hosszú út. Rengeteg testetöltést kér tőlünk az, hogy eljussunk egy ilyen szintre. Ez nagyon érdekes szerintem. Nagyon érdekes ennek a szellemi szintnek, szférának a vizsgálata, hogy ez tulajdonképpen milyen, hogy itt milyen energiák működnek, hogy mi az, ami itt maradhat, és mi az, ami automatikusan visszalökődik, mert tulajdonképpen ez a rendszer lesz az, ami visszalöki. Szerintem, nekem van egy ilyen elgondolásom, persze mindig elmondom, hogy ezeket nem kell elfogadni, meg tovább lehet gondolni, mindenki azt gondol, amit szeretne, én ezt gondolom, 519. alkalommal, ugye? <laughs> Tehát uh, igen, és, és ami bennem megfogalmazódott, ez a határ, hogy kell, hogy legyen egy ilyen kontroll tulajdonképpen, és azt is gondolom, hogy innen nagyon sok minden így visszalöködik a földre. Hát azt is mondhatnám, hogy a föld tulajdonképpen ezért ennyire színes, ennyire gazdag, mert... Uh, ilyen sok mindennek kell tulajdonképpen ide visszajönnie, és ahogy mondtam, nagyon kevés viszonylat vagy minőség az, ami itt helyet foglalhat. Egy-két százalék szerintem több nem egyelőre. Hát aztán majd meglátjuk, hogy később mi lesz. De egyébként az is lehet, hogy, hogy nincs is arra szükség, hogy itt több fajta minőség foglaljon helyet. Tehát én azt gondolom, igen, hogy a létezők legnagyobb része az itt foglal helyet fizikális viszonylatban. Persze tudom azt, hogy a szellemi szintek is nagyon gazdagok, és itt is nagyon sokféle minőség megjelenik. De azért most gondoljuk el azt, hogy 8 milliárd ember van. 8 milliárd, az nagyon sok. Nem gondolom azt, hogy ebben a szférában mondjuk 8 millió lényeg, vagy 8 milliárd lényeg-lényegiség megfogalmazódik. Szerintem nem. Tehát ebből is látszik az, hogy milyen sok tanuló van tulajdonképpen jelen hogy mennyi embernek kell még tanulnia. Tehát most jelenleg majdnem 8 milliárdnak, mert majdnem annyian vagyunk, még nem vagyunk annyian, de most beszéljünk erről a számról. <laughs> Tehát én azt gondolom, hogy ha azt nézzük, akkor az egész univerzumban tulajdonképpen még rengeteg-rengeteg tanuló van, vagy tanulói állapot, státusz, mivel hát azért tudjuk azt, hogy a Föld is egy rettenetesen nagy átfogó rendszer, nagyon-nagyon sok minden fogal helyett, és azt is gondolom, hogy nagyon sok minden csoportosul ide. Tehát itt nagyon sok ilyen visszaküldött, vagy ide küldött, vagy száműzött, ide rendelt lényeg, lényegiség él, vagy lélek, nevezzük ahogyan szeretnénk, mert... Hát mi még nem tartunk egy ilyen állapotban. Igen, azt is mondhatnám, hogy mi még nem értük el az isteni minőséget, sem rezgés szintben, sem tudatosságban, energetikailag sehogyan. Magyarán itt ez a határ, és itt csak azok léphetnek át ezen, akik ezt a szintet már megugorták, de hát ennyien még nem ugortuk meg vagy ha voltak is olyanok, akik megugorták, és már itt voltak, de most újra a földön vannak, akkor szerintem ez azért van, mert itt valamit mégsem csináltak jól, vagy valamit elvétettek, valami nem tetszett ennek a rendszernek, és vissza lettünk ide úgymond küldve, hogy akkor gondoljuk át még egyszer ezt a történetet, mert nem biztos, hogy minden túl jól csinálunk, vagy csináltunk eddig. Tehát én főként ilyen Különbséget vettem észre meg két állapot között. Persze sok minden mást is már én ezekről elég sokat beszéltem, de most mindenképpen szerettem volna az energiákról, hogy tulajdonképpen. Itt az energiák biztos, hogy besűrűsödnek, itt viszont nem. Itt szabadon működnek, ez egy anyagmentes állapot, ez viszont egy nagyon sűrű állapot, a földi létezés. Persze tudom azt, hogy rengetegféle átmenet van a Földön belül is, és a kétféle szféra között is, de azért mégis az a jellemző, hogy itt nagyon sűrű, és azt is mondhatnám, hogy ilyen vaskos fizikális állapotok vannak mindenféle szempontból, és rengeteg területen. Ez viszont egy olyan ö, tér, ahol vál, tulajdonképpen úgy lehet kerülni, hogy fokozatosan emeljük ezeket a szinteket, hogy maga ez a sűrűség szépen fokozatosan lágyuljon, mondjuk így. Úgyhogy itt tulajdonképpen... Olyan energiák működnek, amelyek, amelyek nagyon szabadak, nagyon magas szinten élnek, nagyon magas szinten rezegnek, és nagyon makulátlanok. Ez nagyon fontos. Itt viszont nem. Itt rengeteg negatív erő, energia fogalmazódik meg. Tehát a Földön tulajdonképpen nincs makulátlanság. Ugye itt van a Földünk, mert rengeteg negatív erő él. És. Ebben az állapotban, az isteni minőségben, a szellemi meg csak pozitív van szerintem. Persze lehet, hogy ott is van nagyon sokféle sík és réteg, és csak ott van már pozitív erőenergia, ami már tényleg egy ilyen nagyon megigazult állapot, de biztos, hogy van egy ilyen rendszer. Na most ugye jó kérdés az, hogy Isten tulajdonképpen miért nem ölt testet, vagy miért ölt testet, hát ugye van is egy ilyen előadásom, ő egy olyan magas rezgésszinten, frekvencián valósul meg, hogy neki nagyon le kellene csökkenteni ezt, csökkenteni ezt a szintet, hogy anyagba kerüljön. Tehát az anyagba kerül, és ez mindig azzal jár, hogy minden szintet le kell csökkenteni. Hát ki az, aki le akarja csökkenteni ezeket a szinteket? Ha most elérünk egy állapotot, mondjuk én biztos, hogy nem akarnám, de jó kérdés az, hogy ha mégis ez megvalósul, akkor ez miért történik meg? Hiszen ez egy makulátlan állapot, csak pozitív erőket tartalmaz. Egy ilyen szférában benne lenni, az maga a nirvána, és mondhatjuk azt, hogy ez maga a nirvána. Na most onnan visszajönni ide, egy leminősített állapotba, egy sokkal butább állapotba, fizikális szintekre, ami sűrű, döcögős, lassú, tele van fájdalommal, nehézséggel és negatív erőkkel, hát. Ez egy, tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ez egy olyan vállalkozás, hogy aki ezt megteszi, hát azelőtt mondjuk úgy, hogy le a kalappal, hiszen nyilván, hogy nagyon sokan, amikor már elérnek egy bizonyos szintet, akkor ők már nem lépnek vissza semmi áron, ugye? Mert, mert nagyon sokat küzdöttek azért, hogy ebben a szintben foglaljanak helyet. De ugye mégis beszélhetünk arról, hogy vannak olyan minőségek, amelyek mégis vállalják azt, hogy átlépik ezt a határt, és visszajönnek, és vállalják az itteni testetöltést, és az itteni nagyon nehéz feladatokat, és az, hogy lecsökkentik ezt a szintet, Hát igen, ez egy kutya kemény dolog szerintem. A testetöltés mindenképpen azzal jár, hogy le kell csökkenteni a rezgésszintet, a tudatosságot, mindent, mert maga a fizikum is el fog velünk felejtetni rengeteg mindent. Hát persze, vannak akikkel kevésbé, és vannak, akik nagyon nyitott tudatossággal érkeztek, és abszolút ö, emlékeznek erre az isteni minőségre, és nagyon sokat is beszélnek róla itt a Földön. De azért azt gondolom, hogy a testbe kerülésnél elkerülhetetlen az, hogy nagyon sok mindent elfelejtsünk, és nagyon sok mindent újra kell, kelljen kezdeni. Hát Isten tudja, hogy már hányszor kezdtük újra ezt az egész cirkuszt, mondjuk így. <laughs> igen, hát szerintem igen, az és hogy hányszor tornáztuk vissza újra a mi rezgésszintünket, az energetikánkat és a tudatosságunkat ahhoz, hogy tulajdonképpen emlékezzünk arra, hogy mi honnan származunk. Ez nagyon érdekes. Tehát ez egy nagyon magas állapot. Egy olyan állapot, ami már, hát ez a tökéletességről szól. A földi állapotok nem szólnak a tökéletességről, ugye? Nyilván. Tehát... A két fajta állapot között hatalmas nagy szakadék tátunk szerintem, és olyan mondtam, itt van ez a bizonyos határ, ami vagy megengedi, vagy nem engedi meg az átmenetet. Ez egy nagyon jó kérdés. Az sem biztos egyébként, hogy Istennek, mondjuk így, hogy mindig megvan engedve bármelyik korszakban, hogy testet töltsön, szerintem nincs, és nem is mindig jöhet ide. Szerintem, amikor túl veszélyes korszakok vannak, akkor biztos, hogy nincs megengedve az, hogy ez a fajta minőség teste töltsön. Bár mondjuk, hogyha most Jézusról beszélünk, akkor lehet, hogy most meg lehet cáfolni, amit mondok hiszen ő is egy olyan korszakban jött, és egy olyan állapotokban, aminek ugye tudjuk, hogy mi lett a vége. Tehát ő nem tudott itt egy szép kiegyensúlyozott testi, emberi, fizikai formátumú életet élni, hiszen akkor is nagyon sok negatív energia működött. Bár nem tudom, hogy melyik korszakban élhetett volna nyugalomban, és mondjuk melyik korszakban nem bántották volna. Ez jó kérdés. Nem tudom, hogy ezen gondolkodott-e már valaki, hogy például Jézus, de beszéltünk olyanokról is, akik hasonló szinteken foglalnak helyet, hogy volt-e valaha olyan korszak, amikor úgy lehetett itt testet tölteni, hogy az embernek vagy ennek a minőségnek tulajdonképpen ne legyen bántódása, vagyis hogy semmilyen negatív erő ne befolyásolja őket, vagy ne hassanak rájuk. Lehet, hogy ilyen korszak soha nem volt. Tehát lehet, hogy igazából azt is mondhatnám, hogy majdnem mindegy, hogy milyen korszakban születünk a Földre, mert mindig voltak nehézségek, meg negatív behatások, meg gonoszságok. Hát igen, de valamiért mégis ez az energia besűrűsödik, és ide jön. És rengeteg olyan minőség van itt jelen, ami már súrolja ezt a határt, ugye? Akik nagyon közel vannak ehhez a mintához, állapothoz, és mégis itt foglalnak helyet. Azért, hogy segítsenek, gyógyítsanak, tanítsanak, utat mutassanak, tehát vállalják tulajdonképpen a szenvedést, ezt a sűrű állapotot, ezt a nehézmi voltot. Pedig itt ez mind nem fogalmazódik, meg Ergo, nagyon sok esetben szerintem nem lenne muszáj idejönni, de mégis sokfajta minőség idejön és vállalja az itteni küzdelmet. Ez egy nagyon érdekes téma, szerintem és nagyon hosszan lehetne Boncolgatni, de körülbelül olyan 6-7 perc múlva le fog járni az idő. Hát, hogyha nagyon muszáj, akkor megpróbálom valahogyan kitölteni még ezt a néhány percet. Üh, igaz, hogy most vettünk fel egy másfél órás előadást, úgyhogy most beszéltem végig másfél órát nulla pihenéssel, annyi időm volt, hogy ittam pár, pár korty vizet, és ezért van az, hogy már eléggé elfáradtam, és nem tudok annyira koncentrálni. De ezt még mindenképpen szerettem volna elmondani, mert szerintem ez egy fantasztikus téma, hogy tulajdonképpen, és az is jó kérdés, hogy ez a határ, ez hány hercnél valósul meg. Tehát mi az a szint, amit ből már, vagy amitől tulajdonképpen már ki lehet lépni innen. Ha most arról beszélünk, hogy tényleg mondjuk ezer hercen van, nyilvánul meg ez az isteni minőség, és mondjuk a földi, most beszélünk arról, hogy a földnek a rezgés szintje mondjuk 60 herc. Na most akkor hol lehet az a határ, hol húzódik az a határ, amikor azt mondhatjuk, hogy már ez innen tehát egy fentibb kategória, amikor már át tudunk lépni ebbe az érába, és mi az, ami, amitől azt mondjuk, hogy ez egy lentibb állapot. Jó kérdés, hogy ez a határ hol van. De szerintem, és ahogy mondtam, ez az egész ez egy átmenet, és lehet, hogy ezt nem is lehet meghatározni. Tehát, sőt, én azt is gondolom, hogy lehet, hogy ez egyéni. Tehát az egyéni fejlődésünk is nagyon sokat nyomalatban, hogy ki hogyan fejlődik, és hogy ki mit tesz meg azért, tulajdonképpen, hogy egy magasabb minőségbe kerüljön, egy sokkal könnyedebb állapotba. Hiszen tudom nagyon jól, ha egyénileg rezgés szintet emelünk, akkor már nagyon közel kerülhetünk ehhez a minőséghez, és akik meg nem emelik, nem tanulnak, nem fejlődnek, ők meg benne vannak ebben a sűrű masszában tulajdonképpen, és nem tudnak kiemelkedni, nem tudnak szárnyalni, nem tudják elérni a szabadságnak ezt a fajta változatát. Hát szerintem ez az igazi szabadság a határokon túli szabadság tulajdonképpen. Hát igen, ezért nagyon sokat kell tenni, és ahogyan mondtam, szerintem rengetegszer kell testet tölteni azért, hogy ideig eljussunk. Igen, most van ugye már június elsője, de még mindig nincs jó idő, Hát tavasz az egyáltalán nem volt, nem tudom, hogy nyár lesz-e, de nekem még olyan túlzott melegem nem volt. Egy-két nap volt, amikor úgy sütött a nap, és azt mondtam, hogy jaj, de jó, végre nem fázom, de igazából nagyon furcsa, hogy nem akar eljönni már ez a fene jó idő, én már nagyon várom. Én már márciusban nagyon vártam a jó időt, és úgy voltam, hogy áh, hát most már áprilisban, májusban biztos, hogy ragyogó napsütés lesz, meleg lesz, és nagyon jó lesz, és elég lesz csak felvenni mondjuk egy kis pólót, és nem kell kabátot venni, de hát nem tudjuk elérni ezt az állapotot. Szerintem ez is azért van, mert nagyon alacsonyan van most a rezgés szint, a so nagyon sok negatív behatás miatt, és egyszerűen nem tud megszületni a fény. Mert ugye arról beszéltem, hogy ez egy olyan állapot, ide is írtam, hogy itt ebben csak fény fogalmazódik, meg csak pozitív energia. Na most a Földön nem igazán van fény. Hát van, de nem olyan makulátlan, mint amilyennek lenni kéne, és rengeteg negatív behatás van, főleg ugye sajnos a mostani állapotokban. Igen, fény elnyelő állapotok vannak, és valamiért nem tud kisütni a nap, nem tud ez a szép csodálatos idő létrejönni, mert a rezgés szint szerintem most nagyon alacsonyan van, nem tudom. Persze nem mindenkinek, mert vannak olyanok, akiknek nyilván nagyon magas a rezgés szintjük és közel vannak ehhez az állapothoz. Nagyon sokat lehet meríteni ebből a szférából. Én ezt már többször elmondtam. Nagyon sok tétel tudunk innen lehúzni és átadni, és fizik, mondjuk úgy, hogy valamilyen szempontból fizikális mi voltba helyezni. De hát ez egy átmenet, ez egy nagyon hosszú kaminó, míg ideig elérünk, nagyon sokat kell érte tenni, mert ugye nem mindenki számára van megengedve az, hogy tulajdonképpen belelásson ebbe az aurába. Lehet, hogy ez a legjobb szó, hogy aura. Tehát van egy isteni aura, és van egy fizikális mi volt, és a kettő között pedig rengetegféle átmenet, és mi folyamatosan haladunk és menetelünk, úgymond, felfele vagy befelé, ezen a láthatatlan úton és lépcsön, hogy elérjünk egy ilyen szintet energetikailag. Tehát itt biztos, hogy csodálatos energiák léteznek, a Földön sajnos nem. Tehát ez a pozitív és a szent energiák otthona, hát a Földön pedig azok az energiák élnek többségében, amelyek nem ilyenek, bár azért nem mondom azt, hogy nincsenek szent energiák és pozitív erők, de vannak, hála a jó égnek, és hát ezért van az, hogy ugye polaritás van a Földön, ergo a pozitív és a negatív is megjelenik, de az lenne a csodálatos, ha csak a pozitív lenne, és a negatív, negatív energiák eltűnnének, mondjuk így. Hogy minden átváltozna és felül írodna egy olyan magas rezgés szinté, energetikává és tudatállapottá, ami, ahonnan tulajdonképpen származunk, és amit újra szeretnénk ugye elérni, mert ja, már ezt hogy igen, hát ez az eredet, szerintem, csak hát vannak, akik alászálltak, átlépték ezt a határt, idejöttek erre a szintre, lehet, hogy azért, hogy beszélni tudjanak, hogy segítsenek, és amikor, hát lehet, hogyha elvégeztük a feladatunkat, akkor szépen vissza tudunk ide kerülni, és itt folytatjuk tovább a munkánkat, mert itt is nagyon sok munka van. Mert ez is az élet része. Tehát az élet az nem csak a fizikális szintre korlátozódik, és csak a földre, hanem ez is a nagy egyetemesség része. Tehát írjuk ide, hogy ez is az élet nevű műfaj nagyon nagy része és hányada, ami egy nagyon csodálatos és kiegyensúlyozott rendszer, és ahogyan mondtam, amiben csak pozitív energia valósul meg ez a szellemi rendszer korlátok nélküli, nekünk ezeken a korlátokon kell tulajdonképpen túljutni, azzal, hogy nagyon sokat teszünk itt a Földön azért, hogy ide kerülhessünk, és azt gondolom, hogy itt helyet foglalni mindenképpen kiváltság. Hát mára ennyi. Vettem még egy ilyen szép lila tollat is tegnap, úgyhogy most ezzel a két íróeszközzel dolgoztam, ezt nem kapcsoltam ki, de a kamerát kikapcsolom, mert most már vége a mai felvételnek.